inside rendezvények azok mindig valamilyen bejelentéssel is társultak. A tavalyi évben ez elmaradt, mert hogy egy kicsit csendesebb volt a tavalyi év, viszont idén tudásközpont lesz az IT business, mit is kell érteni ezen? Igen, tavaly sokan számunk érték rajtunk, hogy mi ez a nagy hallgatás, és akkor ugye egy stratégiai döntés keretében inkább a portfóliónak a fényezésére, tökéletesítésére koncentráltunk. Nos, viszont az IT Business tudás központtá fejlődik, tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy mi abban elég jók vagyunk, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a piacon mik azok az ICT menedzsereket érintő kérdések, amik abszolút húsba vágóak az ő számukra, és ezekhez össze tudjuk vadászni, szedni azokat a meghatározó szakembereket, akik annak a területnek a legjobbjai, úgyhogy ezt a tudást közzé tudjuk tenni a portfólión különböző elemeiben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó és hasznos. És azáltal, hogy ezt még avval megfejeljük, hogy a főváros mellett elindulunk vidékre is, a 7 régió központba, ez egyfajta evangelizáció is a mi részünkről, hogy a hazai KKV-k cégtulajdonosainak, meg a cégvezetőinek tudunk olyan stratégiai, üzletfejlesztési, humán és ICT tudást odavinni a fővárosi elismert szakemberekkel, és kiegészítve a lokális tapasztalatokkal, amiből ők nagyon szépen tudnak építkezni. Eddig mindig csak díjátadó volt, most viszont az egész délutánt így töltöttük a Music Centerben. Hogyan változott? Egyfajta igényt próbáltunk kielégíteni, hogy a díjátadónál arra nincs mód és lehetőség, hogy például az innovációs díj vagy egy üzletfejlesztési díjnak a nyertes egy kicsit mélyebben elmondja, hogy miről is szólt az ő nyertes pályázata, plusz mindazok, akik még ringbe szálltak ezért a díjért, azok ilyen teljes homályban maradtak. Jó, persze a rendezvény kísérő kiadványában beszámolunk az összes pályázóról, de hát azért arra gondoltunk, hogy halljuk már meg, amit mond a mi kedves ügyfélkörünk, és ezért csináljunk egy ilyen rendezvényt előtte, ahol először csak arra gondoltunk, hogy mutatkozzanak be élőszóban a pályázók, és halljuk azt az értéktöbletet, amit a pályázatokon felül úgy gondolnak, hogy meg kell velünk osztani, de aztán gondolkoztunk tovább, hogy hát azért ez nem annyira elegendő content, és akkor rakjunk bele olyan tartalmakat, ami egy igazi szakmai napba akár technológiai oldalról dukál, akár pedig humán oldalról. Úgyhogy egész konkrétan egy szép kis combos konferenciát sikerült a már klasszikus díjátadó gála elé felhúzunk. A T-Systems társadalmi felelősségvállalási programjában az informatikusok képzése kiemelt helyen van. Legyünk mi is informatikusok, vagy legyél te is informatikus, ez a program neve, mit kell tudni a részletekről? Igen, ez a pályaorientációs program a teljes Magyar Telekom csoport új generációs társadalmi felelősségvállalás programja. Tavaly novemberben indítottuk el, akkor jelentette be Christopher Matta ezen a T-System Magyarország szimpóziumán, és az elmúlt 10 hónapban több mint 10 000 gyermekhez jutottunk el. Mit is jelent ez? Ötvözzük a pályaorientációs oktatást, a saját önkéntes kultúránkat, ugyanis a kollégáink, több mint 130 kollégánk megy ki, és oktatja a gyermekeket egy speciális osztályfőnöki órán, hogy miért érdemes az ICT szektorba elhelyezkedni, miért válasszák az informatikus mérnöki pályát, és mit kell ehhez tanulni, mire figyeljenek oda. Mi a korosztály? Egészen kicsiktől kezdtek, és a gimnáziumig végig lehet követni, vagy kifejezetten csak a pályaválasztás előtt állókat célozzátok? Elsődleges korosztály, célcsoportunk a 16-18 éves korosztály, de általános iskolákban is nagyon sokat hívnak minket, így különböző modulokkal dolgozunk. Egyébként a tréning anyagot az Informatikai Tanárok Szövetségével alakítottuk ki 16-17 éves diákok bevonásával, úgyhogy igyekeztük testre szabni az igényekhez. Mi a helyzet olyankor, amikor vége van a tréningnek, ugye nem lehet elengedni a gyerekek kezét, főleg akkor nem, hogyha tényleg informatikust szeretnénk belőlük?
Igen, mi ugye 45 percig tudjuk őket megszólaltatni, nagyon gyakori, hogy ott kell maradni a kollégáknak, és tovább tart a kérdés és válasz rész, mint maga a 45 perc. Nagyon érdekli a gyermekeket, és kislányokat is nagyon érdekli, hogy hogy tudnak elhelyezkedni ezben a szakmában, hiszen jelentősen alul reprezentáltak. És amit mi ezután tudunk tenni, egy weboldalt fejlesztettünk nekik, és oda tereljük őket, ahol minden információt meg tudnak találni, nem csak ők, hanem a szüleik és a tanáraik is. Igazából nem csak arról van szó, hogy egyszer csak felelősséget kell vállalni egy ügyért, hanem hogy tényleg probléma van az informatikus képzéssel kapcsolatban. Mekkora problémáról beszélünk? Több éve szó van erről már a magyar médiában és ugye a közéletben. A becslések szerint 15 000-22 000 informatikus mérnök hiányzik jelenleg a piacról, de ez nem egyedülálló. Az EU-n belül 2020-ra már több mint 800 000 betöltetlen állással prognosztizálnak, és az Európai Bizottság speciális akcióterveket dolgoz ki ennek megoldására, hogy itt Magyarország időben van, de cselekednie kell. Mi múlik azon, hogyha nem találunk megfelelő mennyiségű jól képzett informatikust? Sokszor szeretjük elmondani, hogy Magyarország egyébként digitális hálózat tekintetében élen jár. Ugye nemrég bemutatott elemzés szerint a magyar 4G és 3G hálózatok a harmadik helyen szerepelnek gyorsaság szempontjából egész világon, és ugye 2018-ra a szélessávú internet hálózat is megépül Magyarországon. 2 évvel azelőtt, hogy Európában egy célkitűzés lenne, jól állunk, de a digitális érettségünk nem jelenti a kompetenciák érettségét sem, és nem jelenti a digitális munkaerő helyzetünk érettségét sem. Megesszük a saját jövőnket, hogyha nem foglalkozunk most vele, hogy 5-8 év múlva ezek a gyermekek ott legyenek már munkavállalóként a piacon, és nem csak természetesen IT vállalatoknál, hanem nagy ipari vállalatoknál a megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkezzenek. Most már megszokhattuk, hogy ha IT-bis rendezvény és 3B, akkor soha nem egyszerű konferencia fejek ülnek, hanem mindig van valami kis interaktivitás, valami kis játék. Stratégiát terveztünk a mai napon interaktív módon. Mi is volt ennek a lényege, kiknek használható? Igen, fontos számunkra, hogy ezeket az egyébként nagyon komoly témákat, meg üzleti módszereket próbáljuk meg egy kicsit játékosan bemutatni a részvevők számára, mert én vallom azt, hogy ezzel foglalkozniuk kell ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek. Mi volt a játéknak, vagy ennek az interaktív workshopnak a lényege? Step by step, bár én nem szeretem a New Kids on the Blockot semmiféleképpen, de a lényeg az volt, hogy lépéstől lépésre haladva tulajdonképpen bemutattuk azt, hogy hogyan lehet jól építeni, vagy hogyan lehet elrontani egy stratégiát, és közben voltak egyébként a Monty Python gyaloggalop című filmből kivéve videók, amik egyébként bemutatták, hogy milyen kritikus problémák fordulnak elő egy-egy adott személyiségtípusnál, hogyha első számú döntéshozóként stratégiát kezd el építeni. Csak nem képzeled, hogy a te kezedben van a hatalom attól, hogy egy vízitűtér hozzátvágott egy rozsdás kardot. Hajtsd a szám! Milyen emberek kellenek egy jó stratégiához? Gondolom nem mindegy, hogy milyen a cégnek a meglévő összetétele, ehhez kell alakítani. Mit kell tudni igazából arról, hogy jól csináljuk? Itt a harmadik lépés volt, amikor a piaci környezetet mutattuk be egyébként. Én azt mondom, hogy az okos ember a piaci környezetet veszi alapul és abból épít stratégiát. Magyarországon ez még nem így van. Mindenki megpróbál saját maga dolgaival főzni, amivel rendelkezésre áll. Ebből aztán lehetnek problémák. Én azt vallom egyébként, hogy a piaci környezet tanulmányozása után nyilván meg kell próbálni a jelenlegi céghez igazítani a stratégiát. Attól a jelenlegi cégnek a profiljától nem szabad nagyon eltérni személyiségtípus szempontjából, de ha arról van szükség, akkor be kell hozni a hiányprofilokat. A mai napnak egy második szelete volt, amikor egy előadás formájában összehoztad a 3B-t a munkaerő hiányjal. Hogyan kapcsolható ez a két dolog össze, a munkaerő kereséssel, toborzással? Hát ugye alapvetően most én azt gondolom, hogy a nemzetközi szinten a legkomplexebb pszichológiai teszttel mi rendelkezünk, ami tűzletéletben lehet alkalmazni. Innen jön az egyébként, hogy az én véleményem a munkaerőhiányról talán szöges ellentétben áll a magyar szakemberek véleményével, külföldiekével egyébként nem. Én abban látom a problémát, hogy túlfoglalkoztatnak a cégek jelen pillanatban, hiszen olyan személyiségtípusban vagyunk összegyűrve a cégvezetők, akik a stabilitásra törekednek, ezért inkább több embert alkalmaznak, és nem megfelelő vezetőket választunk ki, és sajnos az alattuk dolgozó emberek az alattukat idézelvetéve pedig demotiváltá válnak. Na most, hogyha túlfoglalkoztatottság van, demotiváltság van, egyértelmű, hogy munkaerőhiánynak tekintjük.
Mi most már foglalkozunk 4 éve egyébként fejvadászattal is, és toborzással, és recruitmenttel is. Nem volt még olyan pozíció, amit nem tudtunk volna az ügyfeleinknek betölteni. Egy informatikai konferencián vagyunk, úgyhogy adódik a kérdés, hogy az informatikai szektor az eltér. Nagyon sokat beszélünk informatikán belül munkaerő hiányról. Vannak tipikus személyiségjeggyel rendelkezők, akiket keresnek bizonyos pozíciókra. Vannak olyan sajátosságok, ami az informatikai szektorról elmondható? Hát 2 évvel ezelőttig azt mondtam volna, hogy igen, tehát vannak specialitások. Az elmúlt 2 évben olyan érdekes területekre vetődtünk, mint fashion, Milánó, Párizs irányjal, vagy pop, Hollywood, tehát mindenhol ugyanazok a munkaerőhiány problémák vannak, mindenhol az, hogy a globalizáció által a fiatalok nagyon könnyen mozognak külföldre, mindenhol ezek a problémák vannak. Itt Magyarországon is az építészetben, a pénzügyi területen, az IT területen ugyanezt a problémát látjuk. Talán annyi a különbség, hogy az IT területen az 1973 és 84 között születettek nincsenek hiányban, ott a fiatalok, míg más területeken, mondjuk egy biztosító területén több generációnál érezzük ezt a hiány problémát.